Tiszának partján, mire dob meg egyszer? A léfű értelmben jártam sok ezerszer. Zendülnek az erdők sokféle hangokkal, szólnak a madarai a végvadászokkal. A diákok ünnepi műsorával kezdődött, a koszorúzással egybekötött megemlékezés Tiszabercelen, Besenyei György szülőfalujában. Egyes feljegyzések szerint a költő 1746-ban, mások szerint 47-ben látta meg a napvilágot, és egészen 1755-ig élt Tiszabercelen, ahonnan 5 sárospataki diákév után Bécsbe költözött, hogy Mária Terézia testőrségében szolgálhasson. Itt nyílt ki számára a világ, és ettől kezdve eltökélt szándéka volt, hogy a nyugati bölcselet és szépirodalom hagyományait magyar nyelven is meghonosítsa. A Tiszabercelei iskola 1997-ben vette fel a magyar felvilágosodás egyik legfontosabb alakjának nevét. Kerekes Jánosné tagintézményvezető szerint a diákoknak ma már természetes, hogy a költő halálának évfordulóján minden évben megemlékeznek a település híres szülöttjéről, és ilyenkor több napon át különböző vetélkedőket szerveznek. Igyekszünk a gyerekekben minél jobban tudatosítani Besenyei Györgynek a szellemét, a munkásságát, és már első osztályos koruktól kezdve nagyon sokat beszélünk Besenyeiről, történeteket mondunk nekik, és szinte már várják februárban Besenyei hetet, mert minden napra tervezünk valamilyen érdekes programot nekik, és tényleg ezen az éven tapasztaltam, hogy már minden nap kérdeztek, hogy talán mikor lesz a rajzverseny, mikor lesz a Besenyei kupa a fiúk számára a foci, és mikor lesz a kis nyelvész verseny, tehát nagyon szeretik ezt. A diákok ünnepi műsora után a felújított Besenyei György emlékháznál koszorúzással folytatódott a megemlékezés. Örül a lelkem, ugyanis legutóbb, amikor itt jártunk, a szülőház meglehetősen rossz állapotban volt. Emléktábla is meg volt sárgulva, amit látható a falon, és nagyon jó látni azt, hogy most egy gyönyörű, szépen felújított épületet találkoztunk. Maga a kiállítás az nem újdonság számomra, ugyanis a Besenyeiről szóló kiállítás, ami az épület első frontján lévő szobákban van, az egy régebben készült kiállítás, azt helyezték ide vissza, ami egy nagyon tartalmas, informatív, de nem hosszú lére eresztett dolog, képekkel, tárgyakkal szemléltetve. Úgy gondolom, hogy Besenyeiről elég sokat elárul. Az esemény zárásaként Besenyei György mellszobránál koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Szántó Zsolt polgármester, aki abban bízik, hogy az emlékház egyre látogatottabbá válik a környékbeli turisztikai célpontok között.